Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma egy csúszállat mutatok nektek, amelyet egyszeresen hordunk a nyakunk körül. Nos, ehhez a sálhoz a Jazz nevű fonalat fogom használni, amelyben alpaka és sima gyapjú van. Itt láthatjátok ezt a gyönyörű színátmenetet. Világos szürke bogyósgyümölcszín és sötét szürke van benne. 100 g-os, 180 méteres, 6-os tűt ajánlanak hozzá. Én is ezt a tűt fogom használni. Itt láthatjátok ezeket a szép színeket. Kihúzom a közepét, és megkeresem a fonal elejét. Rendben, meg is van. Egy láncszem sorral kezdek, körülbelül 15 cm hosszan veszek fel láncszemeket. Már előkészítettem a mérőszalagot, úgyhogy kezdjünk is hozzá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jó, ez így 15 cm. Igen, tehát 17 szem lett nekem összesen, kicsivel több szem, mint ahány cm. Míg az összetételt megmutatom, az előbb csak annyit mondtam, hogy alpaka és gyapjú, tehát 20% alpaka, 25% gyapjú és 55% poliakrél. Ez a pontos összetétel. Ekkora lesz a sálom szélessége. A mintához kezdésnek felveszek 3 láncszem magasítást. Most pedig végig a soron egyrehajtásos pálcákat horgolok. Egy. Ide jön a második, tehát ráhajtás, leöltés, kettőn át és kettőn át. Most így haladok végig a soron. És már el is érkeztem a másik oldalra, itt láthatjátok a teljes sort, végig egyráhajtásos pálcák vannak benne. Most felveszek ismét 3 láncszem magasítást, megfordítom a munkámat, és most visszafelé horgolok, de nem a szemekbe öltök le, hanem ráhajtom a fonalat a tűre, és itt a pálca köré öltök le. Ezt a pálcát horgolom gyakorlatilag körbe. Ezt egyébként relief pálcának hívják. Ide jön tehát egy egyráhajtásos pálca. A következő egyrehajtásos pálcánál pedig szintén ráhajtom a fonalat a tűre, viszont ott hátulról öltök le előre a pálca köré, tehát itt húzom át a fonalat. Kettőn át és kettőn át. Most megint a pálca mögé öltök le, kettőn át és kettőn át. Most pedig hátulról öltök le előre. Mindig váltakozva öltünk le a pálca köré, egyszer előtte, egyszer mögötte. Tehát nagyon fontos, hogy mindig felváltva horgoljátok az egyrehajtásos pálcákat itt körben. És most így fogok horgolni végig az egész soron. Itt láthatjátok, hogy hogy néz ki. Ilyen váltakozó horgolás képét adja. Tehát így horgolok végig az egész soron. Nagyon szép, nekem nagyon tetszik ez a minta. Most így néz ki a munkám. Az egyik egyrehajtásos pálca előre van helyezve, a másik pedig hátra. Így egy ilyen nagyon szép szerkezetet kapunk. Itt az utolsó szemnél is gyakorlatilag körbe öltöttem, viszont ez itt a sorelei láncszem sor volt, így itt talán nem annyira látszik a minta. Itt a két oldalán ez ilyen lesz. Itt sem az utolsó egyrehajtásos pálca köré horgoltam, tehát a munkának kifejezetten lesz egy ilyen széle.
Most ismét három láncszem magasítást veszek fel, és már megyek is tovább. Most pontosan az előző sor ellentétjét horgolom, tehát ez itt elől helyezkedik el, tehát hátulról öltök le elé, így ez a fenti szem fog előre dőlni. Itt ez a szem. Látjátok? Utána ez a szem elől van, ezért innen öltök le mögé. Így ellentétes lesz a minta a két sorban. Most megint hátulról öltök le. Most előről öltök le mögé. És így már egész jól látszik a minta, hogy soronként váltakozik. És most így horgolok tovább egészen a sor végéig. Majd néhány sor után pedig megmutatom nektek a munkámat, mert akkor már jobban látszik a minta. Nos, néhány sor után így néz ki a munkám, és így már nagyon jól látszik a minta. Egyszer hátulról öltöttem le előre, egyszer pedig előről öltöttem le hátulra, egyszer előre, egyszer hátra dől a szem, és ez soron belül és az egymásul lévő sorokban is változik. Szép tömör ez a minta. Itt láthatjátok az oldalakat, és a láncszem sorokkal, és az egyrehajtásos pálcákkal. Mind a két oldal így néz ki. Itt a széle. Ott nem látszik ez a minta, ott csak körbeöltünk, nem pedig előről vagy hátulról. Tehát így néz ki ez a minta, nagyon egyszerű ezt a mintát horgolni, és nagyon gyorsan is megy. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a minta majd ezekből a színekből, úgyhogy megmutatom még nektek az elkészült sálat is. Nagyon szépek ezek a színek. Nos, elhorgoltam a teljes gombolyagot, itt látszik a sötét szürke szín, itt pedig a lila és a bogyós gyümölcsök árnyalatai vannak. Már meg is mértem a sálat, 85 cm hosszú, és most még természetesen össze fogom horgolni a sál két végét, félbehajtom, azaz megnézem, hogy hol vannak a fonalvégek. Eddig még nem húztam ki teljesen a fonal végét, úgyhogy ezt most megteszem. Kihúzom ezt a húrkot. Csak itt most összegabajodott a fonalam. De nem gond, ezt a kis csomót most levágom. Most már itt jól meg tudom húzni a fonal végét. És még maradt egy jó pár centiméter ebből a fonalból. Ezt nem vágom le, és nem is varrom el, mert ezzel fogom összevarni a sál két végét. Úgy teszem egymásra a két végét, hogy a fonal vége, az itt jobb oldalt lesz. Jobb oldalt felül lóg majd ki. És itt láthatjátok a másik végét. Így teszem egymásra a sál két végét. Így keresztezik egymás, hátul pedig így néz ki. Először is leöltök itt a tűvel, áthúzom a fonalat, és így egyszerűen összehorgolom. Leöltök, áthúzom a fonalat, és egy kicsit távolabb megint leöltök, és ismét áthúzom a fonalat. Közben azért ellenőrizzük, hogy szépen fedik-e egymást. Nagyon egyszerű. És itt még a csúcson is leöltök, és szépen áthúzom a fonalat.
És itt pedig még ezt az oldalt is ugyanígy összehorgolom. És már el is érkeztem a fonal elejéig, most kihúzom azt a fonalat, amivel dolgoztam most, és összecsomózom a két fonal véget. Majd még elvarrom ezeket, és ezzel el is készült ez a rész, összevartam. Most kifordítom, úgy nem látszik annyira az összevarrás helye. Most így néz ki, tehát a sál. A másik oldal, nem annyira feltűnő. A fonalvégeket még elvarrom, csak most így ide beteszem. És így néz ki az elkészült csősál, ezt egyszeresen hordjuk a nyakunk körül. Az a praktikus ebben az összevarrási módszerben, hogy ez az összevarrott rész itt elől nagyon jól melegít, és nagyon jó puha is. Természetesen ezt a mintát nyugodtan variálhatjátok, és most ugyebár én ezt a mintát használtam, de bármilyen más mintával is meghorgolhatjátok ezt a csősálat. Szerintem nagyon jó lett ez a sál, ez a színes rész itt hátul is nagyon jó. Itt elől ugyebár a két szürke rész van, de hogyha megfordítjuk, akkor így is hordhatjuk, hogy a sötét szürke rész van felül. Tehát kétféleképpen hordható, hogyha nem egy színű fonalból készítettük. Remélem, hogy tetszett nektek ez a minta, az összevarrási módszer, a sál és a videó is. Ha igen, akkor kattintsatok a tetszik gombra, ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a kis csengőre is. Hamarosan ismét találkozunk. Egy új videóban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!